A hazai fizetésekből képtelenség megélni, mondta szombati sajtótájékoztatóján az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom országgyűlési képviselője. Székely Sándor a 250 000 forintos minimálbér, valamint a családi pótlék és az öregségi nyugdíj emelése érdekében indította el országjárását. Szombati látogatásán bemutatta a helyi képviselőjelöltet is. Németh Attila a párt céljai mellett egy évek óta tartó szolnoki ügy, a Tisza szálló mellett is felszólalt. 12 éve történt egy tulajdonosváltás, rengeteg ígéretekkel, sajnos rengeteg hazugságokkal, olyan téren, hogy fejleszteni fogják a szolnoki Tiszaszállót, úgy, mint a szolgáltatást meghagyva, teljes körű létszámot, dolgozói létszámot megtartva, ez sajnos nem került az ígéretekbe bele, és nagyon sok embernek szívfájdalma a szolnoki Tiszaszálló, és minden áron azt szeretnénk, hogy a Szolnok város vegye át a saját tulajdonába, és megfelelően üzemeltesse a Tiszaszállót, és ebben az állam kezeskedjen, ebbe az állam segítse a várost, hisz a közjóért felelniük kell. Ebben az államnak kell segítenie, hiszen a közjóért felelniük kell, tette hozzá Németh Attila. A 2020-ban alakult párt céljainak elérése érdekében számos megyében több kisebb településre is ellátogat, és egészen szeptember 11-ig gyűjtik az aláírásokat.